Néhány hete elindult a jelentkezés az egyetemek szeptemberben induló képzéseire. Az Óbudai Egyetem két kara, az Alba Régia műszaki kar és a gazdasági kar is jelen van Székesfehérváron. Alapszakok a villamosmérnök, a mérnök informatikus, a gépészmérnök, a műszaki menedzser és földmérő földrendező szakok. A gazdasági karon pedig gazdálkodás menedzsment szak várja a leendő hallgatókat. Az egyetem kínálja még a mechatronika, a robotika, a mérnök informatika, a geoinformatika, a sportköz gazdász mesterszakokat is. A villamosmérnök képzés a beépített, beágyazott rendszerekkel se specializálódik, a műszaki menedzser képzés a minőségbiztosításra és a logisztikára, illetve mérnök informatikus képzés területén a felhőszolgáltatások, a big data analízis témakörére specializálódik a képzésünk. A Kodolányi János Egyetemre ismét lehet jelentkezni kommunikáció és médiatudomány szakra fehérvári képzési hellyel. Alapszakok az intézményben a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus vendéglátás, az emberi erőforrás, a közösségfejlesztő, a szociális munka és a jazz szak. Mesterképzések pedig a turizmus és a vállalkozásfejlesztés. Unikum ugye az előadó művész szak, ez van több helyen az országban, de azt hiszem, hogy talán ez a legerősebb popzenei irányultságú jazz képzés, szemben mondjuk a zeneakadémiai képzéssel, tehát ez mindenképpen országos vonzerőt jelent. A mi szerepünk Székesfehérváron, ugye a Kodolányi Budapesten is, és Orosházán is jelen van, sokkal inkább regionális és városi jellegű, és ezt is szeretnénk továbbra is erősíteni. A felvételi jelentkezés határideje idén is február 15-e. Eddig kell az elektronikus jelentkezési lapot az e-felvételi rendszerben kitölteni. A felvételén legfeljebb 6 helyet lehet megjelölni, 3-at ingyen, 3-at pedig 2-2000 forint ellenében. A leadott jelentkezést az ügyfélkapu rendszerén keresztül hitelesíteni is kell. Ennek határideje szintén február 15-e. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hirdetik majd ki.